Több százan tüntettek a rendőri brutalitás ellen Brazíliában, Rio de Janeiro, Jacarezinho nevű szegény negyedében. Miután csütörtökön 27 civil és egy rendőr halt meg egy állítólagos drogbanda elleni rajtaütésben. Az ügyben még az ENSZ is vizsgálatot sürgetett. A rendőrség azért van, hogy mi biztonságban érezzük magunkat, mondja ez a tiltakozó diák. De mi félünk tőlük. Én is pánikoltam, amikor meghallottam a lövéseket, a síkolyokat, hogy betörnek a házakba. Láttam, hogy a folyóba dobálták a holttesteket. Amikor kiléptem, egy lélek sem volt az utcán. Pénteken eltemették a lövöldözésben elhunyt rendőrt, 300 rendőrautó szirénája szólalt meg egyszerre a szertartás után. A hatóságok nem hozták nyilvánosságra, kiket öltek meg, ahogy arról sem közöltek információkat, hogy miért nem tartóztatták le őket.